Ahogy közeledünk december 24-éhez, karácsonyhoz, szinte minden évben felmerül az a kérdés, hogy sokan szeretnék, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, és a kereskedelemben dolgozók így egy nappal többet töltessenek a családjukkal. Egyrésztről megint volt a Parlament Vállalkozásfejlesztési Bizottsága előtt ez a kérdés, amit a kormányoldal nem támogatott. Másrészt viszont van egy másik kezdeményezés, ami azt célozza, hogy ne fölülről mondják meg, hanem munkaadó és munkavállaló egyezzen meg abban, hogy legyen december 24-e szabad nap a kereskedelemben dolgozóknak. A kettő nem teljesen ugyanaz, majd mindjárt elmagyarázzuk, hogy mi a különbség, de először nézzük meg, hogy Európában mi a helyzet. Amit ezen a térképen vörössel látnak kiemelve, azon országokban december 24-e munkaszüneti nap, tehát Finnország, Észtország, Csehország, Szlovákia, illetve Bulgária, ahogy mondtam, Magyarországon ez időről időre felmerül, de egyelőre nincs így. Ahol viszont idén ez megvalósul, az a Lidl, mert mintegy 200 üzlete nem fog kinyitni december 24-én, és ebben az egyenlő.hu szakszervezetnek nagy szerepe van, amelynek a vezetője Bubánkó Csaba, a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Szóval először tisztázzuk, mert szerintem a nyilvánosságban ez a két dolog összemosódik, hogy ön azt mondja, hogy nem azért küzdenek feltétlenül, hogy akkor december 24-e kötelezően munkaszüneti nap legyen, hanem miért? Hanem mi azt mondjuk az első pillanattól kezdve, hogy pihenő napot biztosítson a munkáltató a munkavállaló részére. Ez két fél megegyezésén alapul, és itt ezt azért tartjuk fontosnak, mert hogyha egy ilyen párbeszéd elindul, akkor az Európai Uniós irányelv, amiben a megállapodások, kollektív szerződések erősítését kell növelni, vagy annak a mértékét, illetve az, hogy ágazati szinten lehessen együttműködni. Most a minimálbér kapcsán is hallottuk azt, hogy vannak olyan javaslatok, hogy ágazati szintű bérmegállapodások legyenek majd az elkövetkezendő években. Ezek a megállapodások pont arra világítanak rá, a Lidl és a közöttünk szülött megállapodás, hogy igenis lehet normális kompromisszumokat kötni egymással, és én azt gondolom, hogy ezeken a szinteken kell eldőlni, és ne kívülről döntsék el azt, hogy hogy alakul mondjuk egy kereskedelmi dolgozónak például a bére. Mi az a megfontolás, amelynél a Lidl azt mondta, hogy igen, és a többi nagy lánc azt mondta, hogy ezt ők nem tartják időszerűnek? Nem mondta senki azt, hogy nem tartják időszerűnek. Hát de nem jelentették be. Hát igen, mindenki hezitál, mi folytatjuk a tárgyalásokat. Bocsánat, a hezitálásban benne van, hogy önök várnak még további láncokat is, amelyekhez csatlakoznak? Mi azt gondoljuk, hogy lesznek, én magyar... Már idén is? Én azt gondolom, hogy lesznek, átfogják, még azért van idő, hogy átgondolják. Magyar vállalkozásokkal is fölvettem a kapcsolatot, és én azt szeretném, hogyha magyar kereskedelmi egységek is csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez. Mindenképpen az volt a cél, hogy a legnagyobb kereskedelmi vállalkozással egyeztessünk erről, és önszántokból döntöttek úgy, hogy részt vesznek ebben a... Ugye itt a Lidl esetében 8500 munkavállalóról, illetve nyilván a családjukról van szó, akik ennek örülnek, és 200 áruházát tartja zárva, mellé téve azt, hogy 23-án viszont meghosszabbított nyitvatartása lesz. Viszont ez nyilván egy versenyhátrány neki, és mindenki ezt mérlegeli, hogy aki zárva van, viszont a többiek nyitva vannak, hát akkor ott lesz egy bukta aznap. Nézze, ez egy viszonyítás, meg megköszönítésnek a kérdése, miért a legtöbbet. Szerintem az ember egy munkáltatónak az a legnagyobb eredménye, hogyha a munkavállalói hűségesek hozzá, kevés a fluktuáció, a munkaidőben becsülettel végigdolgozzák a munkaidőt, kedvesek a vásárlókkal, sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát nem mindig azt kell nézni, hogy most egy nap forgalmával adott esetben mennyivel lesz kevesebb. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban meg fog térülni, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát többet fognak nyerni rajta, mint veszíteni, hogyha ezt nézzük, és ha már egy kicsit anyagiaskodunk ilyen szempontból. Viszont ez a megközelítése a kormánypártoknak is, amikor időről időre azt a javaslatot, hogy ne ez két fél megállapodásra legyen, hanem kötelező érvényű mindenkire, lesöpri, mondván, hogy az államháztartásnak is kiesést jelentene. A
az egyik párt által beterjesztett javaslat. Gyakorlatilag ők ezt a szabad, vagy ünnepnap nyilvánítást kértek, ez minden munkavállalóra vonatkozik. Munkaszüneti napot kértek, ez minden munkavállalóra vonatkozik. A mi esetünkben, ha bármilyen megállapodás születik, akkor azt jelenti, hogy a kereskedelemben dolgozó munkavállalókat érinti, és más ágazatban dolgozó munkavállalókat nem. Uh-huh. Így nemzetgazdaságilag így összemosni, így nem lehet a kettőt. Lehet, hogy vannak olyan ágazatok, ahol másképp alakulnak a dolgok, mi ezt nem vizsgáltuk, mi csak a saját szemszögünkből kezeltük ezt a helyzetet. Ugye ön azt mondta, hogy ezzel az ötlettel kapcsolatban írt egy levelet a gazdaságfejlesztési miniszternek, Nagy Mártonnak, és válaszolt is. Mit? Hát, hogy kerüljön be a VKE felé ez a kérdés, de azóta változott ez a helyzet, és mi ezt tovább nem forszírozzuk. Mert? Azért, mert a legnagyobb munkáltató beleállt ebbe a kérdésbe, és önként vállalta, hogy bezárja az üzleteit, és azt gondolom, hogy itt megvalósult az első olyan lépés, amivel elindítottunk egy olyan folyamatot, ami ösztönözhet más vállalkozásokat is arra, hogy részt vegyenek ebben. De ettől függetlenül még így a munkaadók, munkavállalók legnagyobb közös fórumára nem érdemes bevinni ezt a témát? Biztos, hogy bent lesz ez a téma, de mi ezt, mondom, nem erőltetjük ezt a részét, pontosan azért, mert nem szeretnénk, hogyha ez ilyen politikai platformra úgy kerülne, hogy ebből egy nagy vita legyen, és egyik oldal, másik oldal kipróbálja majd a saját hasznára vagy előnyére ezt használni. Én azt gondolom, hogy ez a munkavállalóknak a kérdés, és én azt szeretném, hogyha ez a folyamat ez bővülne, és azon is dolgozok, mert vannak még más ötleteim, és bízom abban, hogy decemberig lesznek még más bejelentések is, kereskedelmi dolgozókat érintően, hogy egy olyan folyamat indulna el, ami a szakszervezeteknek a jelenlétét erősíteni, meg az értelmét is. Hogyha azt mondja, hogy nem szeretnék ezt a témát átpolitizálni, akkor nem tart attól, hogy itt a CÖF-CÖK-kával való szoros együttműködése a szakszervezeteknek éppen, hogy ebbe az irányba tereli önöket is, meg ezt az ügyet is, mert ugye az ellenzék folyamatosan a Fidesz utánfutójaként állítja be a CÖF-öt, és hát a CÖF valóban elég sok kormánypárti témát plakátban, más forrásban támogat. Én azt gondolom, hogy a CÖF mögött nagyon sok ember van, ezek az emberek adott esetben még lehetnek kereskedelmi dolgozók is, és mi szövetségeseket keresünk arra, hogy azokat az ügyeket, amit a Magyarországon a kereskedelmen dolgozó munkavállalókat érint, azokat minél jobban érvényre tudjuk. És leváltható üteni. Erről, vagy lefejthető erről a CÖF-nek a politikai tevékenysége? Nézze, hogyha a Lidl-lel kötöttünk egy olyan megállapodást, ami arról szól, hogy nem kell 24-én dolgozni és pihenőnapot biztosítanak, hát azt gondolom, hogy ez nem politikai kérdés, még akkor sem, hogyha a CÖF-nek a neve ott van ezen. És ez biztos, hogy ennek a munkavállalók meg a család örülni fog. Így van, és ez a szándék, és annak is örülünk, hogy mások részéről is van kezdeményezés, minden ilyen kezdeményezést támogatunk, örülünk neki, és hajrá, aki ebben részt tud venni, tudja segíteni az ügyet, azt tegye meg. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget.